Sziasztok! Jim Beam-es edzőkesztyűnek mutatnám meg, hogy jó a mérete nekem, mert ugye ez egy M-es kesztyű, amit rendeltem. Ugye kibontogatjuk. Az Arnold típusú kesztyű egyébként is M-es. Ugye, hogy mekkora, mert ez én is nagyon kíváncsi voltam, hogy ez mekkora. Mi lesz benn, mi látszik, mi nem. Zárható kis tatyak, nagyon jó. Tényleg bőr a kesztyű, szóval tényleg komoly. Na most így alapból a méretei. Nem tudom, inkább meg kéne fognom a kamerát, meg megmutatni az én kezemben is a méreteket, meg még és így tovább. Bocs, de a közjáték. Tehát így valakinek valamit mond, akkor tessék. Tenyérrész itt a másik. Ez most így bontatlanul fővétel nélkül hozd be magadnak ezt a sok információt. Fordulhatna át a kamera, de nem teszi. És melyik lehet a teteje egyébként? Most az. Jó, vegyük föl. Kíváncsi vagyok. De még előtte az én kezemet. Mérjük már meg. Ugye ekkora a kezem. Nem tudom, így látod-e. Így meg mondjuk itt akkor, egy 10 centi, ott. Itt is körülbelül. Új hosszakat így lehet látni. Hát, hogy neked mekkora a kezedben, hogyan méred meg máshogy, ugye? Most már itt mindent megméregettünk, úgyhogy vegyük föl. Most már tényleg vegyük föl. De jó, hogy a telefon nem tudom kitámasztani. Milyen kesztyűt szeretnék, ami kicsit szorít. Atya a világ, ez mi? Ez tényleg nem alkalmas így bringázásra. Bringás kesztyűk azt szeretem, ami nagyon szoros. De abba kormányozni is kell. Gondolkodtam, hogy S-es vagy M-es. Ez egész eltalált méretnek tűnik. Ez tök jó. Jó! Jó. Egy hajszála még akár lehetne szűkebb is, mert itt nem tudom mennyire látszik. Mindjárt megpróbáljuk. Mire alkalmas, mire nem. Húzózkodni. Kerestem olyat, hogy ne kelljen már simogatott, hatatlanságra használhatatlan kéz. Na mindegy, értsétek rá. Szóval szétcseszem úgy a kezem, hogy nem jó vele megfogni semmit. Ha bitong. Ja. Most így mekkora? Mi mekkora? Így mekkora? Aztán ha még megy a videó, akkor próbáljuk is meg. Azt ott megfogni, aztán fölhúzni. Na szóval nézzük meg, egy ilyen rútfogásra jó lesz. Jónak jó. Tényleg véd. Aztán majd meglátjuk, hogy mennyit fog kibírni ez a kesztyű. Vagy... Ezt szoktam megfogni. Így is jó. Hát egy biztos védi a kezet. És haszna az van, látszik onnél? Igen. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Csumi! Hát levenni nem olyan egyszerű. Legalább véd, nem? Hát kesztyűbe levenni a kesztyűt. Őket védi.